ne jegye meg a tisztelt közönség, semmilyen hangszerhez nem nyúlok, táncolni sem fogok. Ez csupán a most következő produkció bevezetője, hiszen nagy szeretettel köszönti Önöket a Nagyvárad Táncegyüttes, amely nagy örömmel fogadta el a fesztivál elnézést. A fesztivál szervezőinek, az Erkel Ferenc Művelődési Központnak, illetve a Gyulaiak, vagyis az Önök meghívását, és engedjék meg, hogy pár mondatban bemutassam őket. A Nagyvárad Táncegyüttes a Nagyváradi Állami Filharmónia hivatásos magyar néptáncegyütteseként 2002. februárjában alakult meg a Bihar megyei tanács, valamint az RMDS kezdeményezésére a megyében működő amatőr együttesek és a táncház mozgalom táncosaiból. A dinamikus és lelkes csapat következetes és elhivatott munkája meghozta gyümölcsét. 2,5 évig az intézményben működő folklor szakon belül a Román Krisana néptáncegyüttes magyar tagozataként szerepelt. 3 éve azonban elérték, hogy különálló hivatásos magyar táncegyüttesként, vagyis Nagyvárad Táncegyüttesként tartsák őket számon. Joggal mondhatjuk, hogy Parcium első hivatásos magyar táncegyüttese 5 év alatt markáns színfoltja lett Nagyvárad, Bihar megye és a parciumi régió kulturális életének. Munkájuk eredményeként Erdély szerte megismerték őket. Sikerrel táncoltak számos folklorműsorban, de nagy siker övezte egész estét betöltő társprodukcióikat is, a Show útja és a Boszorkánytánc című táncjátékokat, a Városi Komédia című táncos komédiát, és legújabban a Tamási Áron klasszikussá vált Rendes feltámadását is. Parciumi, székelyföldi és külföldi körútjaik során mindenütt nagy szeretettel fogadták őket. Nagy sikerrel játszottak a 10. Sóvidéki székelyföldi tánctáborban, a Kolozsvári Magyar Operában, a Budapesti Magyar Kultúraházában, az erdélyi hivatásos táncegyüttesek eddig megrendezett találkozóin, de a lengyelországi, legnicai kisebbségek fesztiváljának körútján is. Nagy siker és nagy szakmai elégtétel övezte a Budapesti Honvéd Együttessel közösen eltáncolt és Novák Ferenc által rendezett István a Király rockopera előadásait is. Gyakran lépnek fel Magyarország keleti részén, jó kapcsolataik vannak Hajdúbiharban, Békésben és Szabolcs-Szatmárban, de meghívásra szívesen mennek a szorvány magyarság eldugott kis településeire, falvaiba is. Önök a mai napon egy válogatást láthatnak az eddig bemutatott folklor műsoraiból, melyel szeretnék emelni a 13. Gyulai Minden Magyarok Fesztiváljának fényét. Műsoruk első részében gyimesi dalokat fog énekelni saját kísérettel Miklós Pap Zsuzsanna, a Népművészet ifjú mestere díjas szólóénekes, majd felcsíki táncokat láthatnak Székelyföldről. Ezután Székely-Szent Erzsébeti cigánydalok és balástelki táncok következnek a Küküllők vidékéről. A műsor első felének végén egy 100 csávási magyar tánczene szám erejéig bemutatkozik az együttes zenekara. Ehhez kívánunk Önöknek jó szórakozást! Az együttes zenei vezetője Brúgó Sanikó, tánckarvezető Brúgó Sándor, állandó koreográfus László Csaba, az együttes vezetője Miklós János. Következik tehát a Nagyvárad Táncegyüttes, kérem fogadják őket nagy szeretettel! Mert nem bírlak feledni, akár merre
siet ezen a világon. S édes anyám karján nevet engemet, mégse tudja
Love.